Először is köszönöm a YouTube csatornám meglátogatását, és most lássunk néhány tényezőt, amelyek befolyásolhatják a felolvasás minőségét. A Magyar Vakok és Gyengélátók Országos Szövetségénél, ha nem is ebben és ilyenben, de két hangszigetelt stúdióban zajlottak a felolvasások. Ha túl sok a külső zaj, sokáig tart majd a szerkesztés. Gyakorlatilag készülhet akár ágyban, akár egy székben ülve, a lényeg mindig az, hogy kényelmes legyen felolvasás közben. Saját tapasztalatból mondom, olvastam fel a képen láthatóan lepukkantabb tornateremben is életem során. Saját tapasztalat, hogyha nem is ennyire rendetlen, de egy eléggé túlzsúfolt irodában is sikerült készítenem pár hangfelvételt. Az igaz ugyan, hogy nem ebben, de egy vidéki házban éveken át készítettem hangos könyveket. Amikor már azt hinném, nem lehet gond, egy közelben befészkelt madárcsalád válik külső szereplővé. Van, akinek professzionális felszerelés áll rendelkezésére, de ha nem, akkor sem kell elkeseredni. Lehetőleg kerüljük az elkerülhető külső zajforrásokat. Fontos tényező, hogy a mikrofon mennyire van a felolvasó ajkaitól. Az éles zajokat a puha anyagok elnyelik. Amennyiben valaki asztali vagy hordozható számítógép képernyőjéről olvas fel, hosszú távon megerőltető lehet. Egyetlen villanykörte nem elég. Mindig tartsunk szünetet, ha elfáradtunk. Vannak olyan helyzetek, amikor haladni kell, de kapkodni azért nem érdemes, mert a sietség megbosszulhatja magát. Hosszabb távú felolvasás esetén időnként pihentetni kell a hangszálakat. Elsőre nehézségeket okozhat bizonyos tankönyvekben szereplő táblázatok, képletek felolvasása. Saját tapasztalatból mondom, a zajok előzetes tompítása kisebb időveszteséggel jár, mint utólagos kivágásuk. Életem során rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, ezúton szeretném ajánlani a néhány éve útnak indított honlapomat. A honlapomon részletesebb leírások találhatók témakörönként, ötletekkel és jó tanácsokkal. Ha tetszett az összeállítás, kérlek, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Terveim és reményeim szerint hamarosan újabb videóval bővítem az eddig megjelent rész mellett a sorozatom.